Szerbiában meghosszabbítják a kijárási tilalmat, jelentette be az egészségügyi miniszter. Ezentúl hétvégente már 15 órától lesz érvényben a tilalom. Zlatibor Lončár emellett ismertette az újonnan fertőzöttek számát, és az elmúlt 24 órában elhunyt személyekről is szólt. U ovom momentu na bolničkom lečenju imamo njih 334, od toga njih 49 nalazi se na respiratoru, što znači da su izuzetno ozbiljno i teškom stanju. Danas imamo i dva preminula, tako da imamo ukupno 10 preminulih. Jedan preminula je odnosno žena koja se nalazi u infektivnoj klinici, 8 dana je bila na respiratoru, propratne tegobe sa štitnom žlezdom, 8 dana je trajala borba za njen život, nismo uspeli da je dobijemo. Također radi se o jednom pacijentu koji je preminuo u Nišu, 57. godište sa niz komorbiditeta, neregulisan dijabet, hipertenzija. Predrákon hangsúlyozta, hogy a fertőzések száma a következő időszakban még inkább megemelkedhet. Ennek oka, hogy sok ember hordozza magában a vírust. A járványügyi szakértő szerint a tömeges megfertőződés megakadályozásának egyetlen módja, ha korlátozzuk az emberek érintkezését. Ja pratim Beograd posebno intenzívno, znači najveći broj je bio juče 42, danas je već 71. A pre toga je bio najveći broj 38. To pokazuje da sutra može eventualno da bude neko zaravnjenje jedan dan, pa onda opet kreće naviše. A belgrádi sajtótájékoztatón továbbá elhangzott, hogy jelenleg az országban van elegendő felszerelés az egészségügyi dolgozók számára. A már meglévő eszközök mellé pedig még az Egyesült Arab Emírségekből is érkezik segélyszállítmány.